Az Öröm hangja címmel jótékonysági koncertet adott a világhírű olasz Ferences szerzetes Alessandro testvér február 20-án a Szent István Bazilikában a Magyar Kurír támogatásával és a Bonum TV közreműködésével. A zsúfolásig megtelt bazilika közönsége előtt a fiatal szerzetes, akinek felmenői között magyarok is vannak, ezúttal a felújítás alatt álló Mátra Szent Nemzeti Kegyhely javára énekelt kórusműveket és szóló a Máriak egyszobor szobor jelenlétében, az Elte olasz tanszékének kórusa kíséretében. A mintegy 5000 fős közönség egy rövid interjú keretében a Ferences Tenor hivatásával is megismerkedhetett. A nagyszabású jótékonysági koncert fővédnöke Dr. Áder János köztársasági elnök és Alberto Botta Ride Castello apostolinuncius volt. A koncertet teljes egészében megtekinthetik a Bonum TV műsorán.